Sziasztok, ez itt újra a formában rovat, az időmérő tekintetében ugye szombaton mindig erről van szó, természetesen ha csak nincs sprint futam, szombaton és pénteken időmérő, ezúttal a kanadai időmérőt versenyezni, ami nagyon izgalmasra sikerült, viszont tartok tőle, hogy ez csak azért volt, mert nem száraz, hanem először intermediate, az ilyen köztes esőgumikkal kellett menni, majdnem esőgumikkal, de néha még szárazzal is próbálkoztak, sokan sikerrel, néhányan már későn. Ennek ellenére még Verstappen így is tök jó volt, hiszen ez a kocsi, ez vertetlen úgy látszik bármilyen szegmensben, talán ha csak extrém esőgumival kellett volna menni, terült volna ki, esetleg még sajja a kocsi. Ez mondjuk egy kicsit eléggé lehangoló, de azon kívül minden más az időmérőn elég érdekes volt. Na, de nézzük sorjában, csók, guáncsú. Sajnos kiesett gyakorlatilag, a utolsó helyen jutott be, idézőjelbe, de azért, mert na, mindenféle baja volt hétvége során, meg már ma már többször is hajoltam, talán már a harmadik szabadítésen a motorral, és aztán most újra, úgyhogy ez van, Ág is húzta, de az alfaromon nem volt valami, hiszen Bottas 15. lett, nem volt sokkal előrébb, egyszerűen nem volt jó ezen a pályán, meg a körülményeket se igazán jól használták ki, szerintem az időzítés ma nagyon sokat számított. Logan Sargeant lett a 19. a Williams nem leadott most olyan rossz elég, meglepetéseket tudod néha mutatni. De valahogy Sargeant azt szerintem sokszor rosszkor engedték ki. Nem is volt olyan erős, mint Albon egész nap, de itt ezzel a csapat is hibázott szerintem. Nick DeVries lett a 18. Hát továbbra sem valami erőteljes, de az Alfa Tauri ugyanolyan rossz volt, hanem rosszabb majdnem, mint az Alfa Romeo ezen a hétvégén eddig, legalábbis ezen esős körülmények között biztosan. Úgyhogy ez a csapat értelme is idézőjelben, meg hát Nick DeVries továbbra sem olyan acélos. Pierre Gaslyt sajnálom, mert szegényt, ha jól emlékszem, Sainz tartotta föl. Már nem tudom, mert Sainz és Tsunoda volt az, aki kb. Összesen olyan 30-szor tartotta föl a versenytársakat. Ők kaptak is vagy pár büntetést, nem csak ezért, még más dolgokért is. Nagyon gyengék is voltak amúgy ma. Tsunoda lett a 16., de az Alfa Tauri nem is volt jó. De Tsunoda sem volt valami erőteljes, inkább csak a feltartása és a hibázásai voltak lefraktor fényben. Bottas 15. lett az Alfa Romeo-val, vagy azt mondottam, Kevin Magnussen a Haas-szal 11. Továbbra is azt mondom, hogy Magnussen helyett Schumachert kellett volna, a jövőt kellett volna megtartani, és mellé, amit nagyon is jól tettek, a már tapasztalt Hülkenberget meghagyni. Ez ma is szerintem látszódott, én ezt továbbra is mondom. Mondjuk hosszabb távon lehet, hogy Schumacher jobban fog járni, amikor az Audinál versenyezhet. Vagy esetleg helyettesítheti mondjuk, mit tudom én, Russellt vagy Hamiltont egy-két versenyen rég. Lehet, hogy még jobban fog járni, de a Haas most itt elég jó volt ezen a hétvégén. Magnussen viszont láthatóan nem, vagy csak mindig rosszul engedték ki. Lance Stroll a 13. lett az Aston Martin Mercedes-szel. Ő egyike volt azoknak ma, például Sainz és többiek is még, akik egyszerűen ezerrel szarabbak voltak, mint csapattársuk. Pedig nagyon sok kört mentek, nem lehet azt mondani, hogy nem próbálkoztak, nem volt rá idejük. De volt. Egyszerűen gyengék voltak. És Stroll megint megmutatta azt, hogy hát, lehet, hogy a papa az erősebben tolta oda a csapathoz, mint az a bizonyos tehetség. Sergio Perez a 12. a másik nagy gyengeség. Egész nap esett, kelt. Nem tudom, nagyon gyenge volt. Sokszor megcsúszott, volt itt minden. Nem volt valami jó az a hétvége se. Így viszont attól tartok, hogy unalmas lesz az év. Legalábbis, hogyha arról kell merengeni, hogy ki lesz vajon az első, ki lesz az újabb VB, hát majd gyakorlatilag odaadhatjuk Verstappennek, ha csak nem esik ki még 2-3-szor valamikor. Lance Stroll, bocsánat, Leclerc lett a 11. Ferrari-val. Ő viszont egyrészt megint a csapata hibája miatt, a csapata büntette őt, amiatt ide került. Hihetetlen, Norrisra annól figyeltek. Verstappenre, Albonra figyeltek. Albon első volt, a második etapban, mert azonnal teljesítették, amit érzett ott bent belülről, amit kért. Persze rizikós, de hogyha nyerve, akkor viszont nagyot nyer, ő nagyot nyert első lett. Leclerc-et pedig jó, átcseszték megint. Tolatták, van egy gyereki később, mert jó lesz, ne, most egy gyereki. Megint a szokásos konzervatív ősereg taktikát hozták elő, véletlenül se ilyen vert helyzetben gyengébb kocsival sokszor. Ebben az évben. Nem, hogy kockáztatnának, minek? Jó hátul maradni. Minek azt kitalálni, hogy hátra előre kerülhetünk. Nem jó az. Maradunk hátul, ez a biztos.
Tehát én most már tényleg azt mondom, hogy idén és tavaly is csinált Ferrari sokszor Leclerc-kel, az elbaltázottak stratégiáktól, a szar box kiállásokon át, a szar időmérős kihívások át, az időjárási elcsesztéseken át, előrejelzéseken át, és sorolhatnám a szar box kihívás idejével, és még sorolhatnám, meg a pár motorhibával, amit már kapod. Én azt mondom, menjél innen, ha tudsz jobb helyre menni, bár most azt gondolom, hogy valószínűleg nem nagyon van lehetőség erre, de én úgy húznék el annál lassan, hogy csak na, mert amit a Ferrari csapat művel, az alássa saját magát. És persze a Leclerc teljesítményét is, miközben nem ő a hibás. Na szóval ezzel most kicsit már megint felhúztam magam, mert láthatóan a Ferrari nem egy gyenge Leclerc kutyát, hanem leássa a sír alá. Alexander Albon a 10. lett a Williams-el, a nap egyik nagy teljesítménye volt, ez elég egyértelmű. A Mercedes, vagy a Williams Mercedesnél figyeltek arra, mint mond Albon, és igazuk volt, mondom, a második etapban még első volt. Itt azért lett 10., mert már iszonyatosan lett az eső, plusz a kocsi sem volt azért olyan teljes összeg igazából, mint a Merci vagy a Red Bull. Bár a Hülkenberg mutatta a Haas-szal, hogy azért lehet itt más is csinálni, de Albon dicsérjük meg. Azt hiszem, Oscar Piastrit is, aki továbbra is a legjobb újonc, vagy legalábbis a legjobbak között van. Ezt mindenképp mondhatjuk, de azon gondolkozunk, hogy talán, talán ő a legjobb olyan újonc, aki kis csapatban van, mert egyre közelebb van mostanában, ott tapad sokszor Norrisra. Az ilyen nehéz körülmények között is ott van, azt mondom, hogy valószínűleg ő jobb Sargentnál és Nick Drewisnál. Nick Drewisnál mindenki, de talán Sargentnál is jobb. Úgyhogy hajrá, Piastrinak hajrá, így tovább. Aztán ugye Sainz 8. lett, de valószínűleg legalább egy 5 rajthelyet, de még az is ott egy 10 rajthelyes ütet is fog kapni, mert kb. 20 ember tartott föl. És esett kelt, délelőtt még Alonso vezetésen ütközött is a fallal, úgy kellett az időmérő előtt összerakni. Én nem tudom, mi a Sainz-szal, de ilyen perezi útvonalat jár mostanában. Valahogy nem tudom, mind a kettőjüket átok sújtja, vagy a valszerencse átka, én nem tudom, bár nem annyira valszerencse, mert mindig ők kiváznak, tehát ez nem olyan, mint Raikkonen randó, vagy mit tudom én, hogy mindig elfüstölt az autó, leesett a kerék és sorolhat nem meg kiukat. Ez másfajta típusú hibázás, önmaguk hibázása. Itt nem a Ferrari hátadatja annyira szállt, hanem ő maga. Vicces, hogy így is előbb, jobb időben jött ki, vagy engedték ki az egyfajtában botló csetlő Sainzot Leclerchez képest, de mégis Leclerc hívta meg. De mondjuk most még a hülye hibája miatt még így is mögötte fog majd kezdeni és tartolni ilyen Leclerc mögött. Lando Norris a 7. lett, sokszor másik, harmadik helyeken is volt. Szerintem majdnem a maximumot kihozta McLarenból, annyira lehetett. Bár mondta valaki, hogy pont a pirozásra előtt még ment volna egy költ, és már is tudta befejezni, mert hogy még jobb lett volna. Ez van, a végén már egy lutriság volt, egy lutri, egy lottó az esővel, tehát de se dicsérjük meg. Esteban akkor a 6. lett, ő is szerintem a maximumot hozta az Alpine-nal, vagy Alpine-nal, mert ennél több nem nagyon volt szerintem benne ma. Nem voltak olyan jók, mint mondjuk az elmúlt néhány egy-két futamon, de nem voltak sokkal rosszabbak sem amúgy. Meglátjuk. Annó pont a Ferrari arról beszélt a időmérő előtt, hogy az Alpine utolérheti őket, hát annyira utolérhet, hogy előttük van. George Russell 5. lett, Lewis Hamilton a 4., a Merci a végére húzott egy nagyot, eddig nem látszott, hogy egy ilyen 4. helyet szerezhetnek, de végül így lett, és mivel a versenytempójuk mostanában elég jó, és az új fejlesztések a múltkor jól működtek, így akár holnap egy dobogót is bőven, vagy akár két dobogót is vecérozhatnak, nem lehet ezt tudni. A gumihasználattól sok mindentől fog még függni az időjárás és sorolat, nem holnap, majd erről még a végén mesélek nektek. Fernando Alonso a 3. az Aston Martinnal, nagyon sokszor második és első helyeken is ott volt. Sajnos ő tudom, hogy az volt, aki konkrétan pont nem tudta befejezni az utolsó körét, mert pont mielőtt átlett volna a fehér vonalon, piros zászló lett. Bármilyen egyre szarabbak voltak a körülmények, szerintem az a körre már nem lett volna jobb. Vagy még a közelébe sem biztosan, mint Verstappené. De azért mindig ott volt az utolsó pár milliméter hiány egyébként Max Verstappen előtt, úgyhogy gratuláljunk neki továbbra is, idei hatalmas teljesítménye, megint hihetetlen. Nico Hülkenberg ugyanis a második lett az utolsó előtti pillanatban. Ő megfordítva őt volt, úgy haladt át a fehér vonalon, hogy pont 2 milliméterrel vagy 2 szekundummal a piros zászló bejelentése után. Úgyhogy, vagy után előtt. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jól végezte a csapat a dolgát. Itt a Haas Ferrari is meg kell dicsérni az időzítés szempontjából, ennél jobb időzítés nem biztos, hogy lehetett volna ennyire
sikeres és éppen megoldottad. És hát egész végig egyébként egész jól teljesített a hétvégén. Ugye a Haas Ferrari is, főleg Hülkenberg, amíg ezt nem gondoltuk volna, szerintem sokan, hogy második helyre jön föl, de továbbra is látszik, hogy Hülkenbergen nagyon jó döntés volt. Csak szerintem továbbra is Magnussen az, aki nem volt jó döntés, és ezt továbbra is bizonyítja. Én szerintem Schumacher ennél jobban tudott volna teljesíteni ezzel a kocsival idén, de mondom, lehet, hogy csak az én magánvéleményem, de Hülkenbergen nem lett volna jobban, biztos vagyok, de neki van egy pár év tapasztalata, és talán kicsit tehetségesebb is, mint az átlag pilótán. Úgyhogy holnap nagyon kíváncsi ezek, hogy mit fog majd nyújtani. De ha száraz futam lesz, akkor szerintem sokáig lesz ott, ahol ezt azért szögezzük le. Sajnos ez a realitás. A száraz futam esetén Max Verstappen az első lett, ez már lassan nem meglepetés. Egyszer azt hittem, hogy neki kocsan a falnak is vége, mert az utolsó Q3-as etapban többször megcsúszott. Igen, eléggé ramagy körülmények voltak már. De végül ezt is megoldotta. Ez a kocsi, ez olyan, mint vaj. Vagy kés a vajon. Tehát hihetetlen tényleg, hogy miket tudnak csinálni. Ha vizes a pálya, ha köztes, ha száraz, teljesen értelmes. És tényleg látszik, hogy vezet olyan a többi, főleg a kisebb csapatokhoz képest, hogy mintha kés a vajon vezetne, nem kell erőködnie az autóval, a kormánnyal. Ez hihetetlen tényleg, ez nagyon sokat számít valószínűleg. Ez így fura, hogy Perez csak csatlipotlik mostanában, nem tudom, hogy tényleg remélem, hogy nincs különbség a két autó között, meg nem is lehetne, de ez már lassan felveti a kérdéskört, hogy van-e különbség a két autó között, vagy tényleg ennyivel rosszabb lett hirtelen. Perez, aki az év elejét jól kezdte, és tavaly előtt is ez mutatott egy jó kis futamokat. Már eléggé durva. Úgyhogy Verstappen, hogyha holnap száraz futam lesz, akkor egy újabb győzelmet is szépen bezsebelhet, ha csak a rajtnál nem lesz valami, de mivel rohadt jó a Honda motor, és főleg DRS-sel, ezért akkor meg simán megelőzi az előtte lévőt. Bár ha a Hülkeber meg tudná előzni, az azért lenne jó, mert a Haas Ferrari elég gyors az egyenesben, és elég jó a motorja most állítól. Tehát ott valószínűleg nehezebb lenne, mint mondjuk Alonso-t. De mert az Aston Martin legtöbb esetben elég lassú az egyenesben, de lehet, hogy erre a pályára máshogy állították be, nem tudom. Úgyhogy holnap nagyon érdekes futamunk lehet, mert több előjelzés van a csapatoknál. Valaki azt mondja, hogy esni fog, valaki azt mondja, hogy ilyen szemerkérés lesz, és hogy maximum köztes. Valaki azt mondja, hogy akár extrém és esőgumi is kellhet, valaki azt mondja, hogy száraz lesz. Elég érdekes, az majd kiderül holnap. Remélem hazaérek, visszaérek, amikor lesz, mert most pont ilyen szuper hétvég van Kisfesten, például ingyenes nagy koncertekkel, Charlie, meg Best of Guesty, meg lehetne sorolni, nyugodtan pályára jövök. De ha visszaérek, akkor mindenképp várom, érdekes, izgalmas futam lehet. Valószínűleg milyen rohadt későn lesz a futam, ezért ezt most hétfőn fogjuk majd véleményezni és elemezni. Viszont valószínűleg úgy néz ki, hogy újra három. Alex is visszatér. Sajnálatos okok miatt, mert elég hát bunkó, becsapós és rabszolgamódi volt állítólag a főfőnökség. Nem a közvetlen főnök, az a továbbra is nagyon jó volt, hanem a főfőnökség, azon a helyen, ahol volt ő. Recepciós, ennél többet nem mondanék. Viszont emiatt most valószínűleg újra jön, ahogy Peti is jön, de Peti már bejelentett, hogy csak hétfőn tudna, úgyhogy akkor valószínűleg én ezt nem csinálna meg vasárnap, majd csináljuk hétfőn. A büntetések sorából ugye még, mint mondottam, 5 vagy 10 rajthelyet fog kapni Sainz, valószínűleg ugye Tsunoda is, aki szintén mindenkit föltartott. Más talán nem lesz olyan nagy változás. Kíváncsian várjuk, hogy holnap viszont izgalmas felsőn kapunk-e. Ez az időjárástól függő lesz, a gumiklaktikákon át, a kiállások mennyiségén, számán és minőségén át. És persze a nagyon jó vezetési, hát harmónia minőség gyanánt. Viszont azt hozzá kell tennem, hogy tényleg, ha száraz futam lesz, akkor én unalmasabb futamra számítok. Viszont, ha száraz futam lesz, az is igaz, hogy tegnap alig tudtak a szabadedzéseken arra gyakorolni, mert ott is ilyen inter körülmények voltak, plusz az első szabadedzés technikai okok miatt gyakorlatilag el kellett marasztalni, el kellett törölni szinte, vagy hát alig tudtak menni pár kört, mert nem működtek a közvetítési, az idővigyelés és egyéb ilyen rendszerek. Úgyhogy, ha viszont száraz lesz, akkor még érdekes lesz tudni, hogy kinek hogyan kopik úgy a gumia, hogy nem tudták azt tesztelni, tehát nem tudtak rá főkészülni, úgyhogy megint nagyon fontos lesz, hogy milyen típusú gumit választanak akkor. Azt meddig tudják jól kezelni, és még sorolhatnám. Szóval ilyen szempontból még akár szárazon is érdekes futamunk lehet, úgyhogy a holnapi futamot azt eléggé várom. Nem tudom, hogy vagytok, de remélem, hogy izgalmas futamunk lesz. Búcsúzom tőletek, köszönöm a figyelmet, sziasztok!